Köszöntöm nézőinket, friss napszemle kezdődik, lássuk, miről lesz szó. Péntektől vasárnapig zajlik Budapesten a Millenáris Parkban a harmadik Székely Fesztivál. Gyergyó Szék 10 meghívottként főszerepet kap. Az első világháborút bemutató térhatású fényképekből, háborús relikviákból látható tárlat a Tarisznyás Márton Múzeumban május 24-éig. A már jól bevált gyereknapi programokat mind megszervezik idén is. A csapatversenyekre, a szavaló versenyre már lehet készülődni. Péntektől vasárnapig zajlik Budapesten a Millenáris Parkban a harmadik Székely Fesztivál. A három nap alatt mindhárom Székely megye bemutatkozik. Első nap a hargitai, szombaton a kovásznai, vasárnap a Maros megyei meghívottakon lesz a hangsúly. Gyergyó Szék dísz meghívottként mindhárom napon főszerepet kap. A Gyergyó Székhez tartozó 8 település vezetése hetek óta dolgozik azon, hogy megfelelően jelenjen meg a Székely Fesztiválon a térség. Történelmi pillanat ez, hiszen még nem volt példa arra, hogy Gyergyó Szék egységesen kelljen bemutatkozzon népes közönség előtt. Éppen azért, hogy méltóan tudjuk képviselni ezt a csodás kis helyünket, úgy készültünk a környékbeli polgármesterekkel, hogy nagyon sok és nagyon gazdag kínálattal tudjunk az érdeklődők elé jönni. Ez azt jelenti, hogy nem csak egy egyszerű protokollális megnyitón fogunk részt venni, hanem nagyon sok kulturális programmal érkezünk Budapestre, és az is egy fontos szempont, hogy minden település polgármesteri vagy alpolgármesteri szinten lesz képviseltetve, és jelen lesz ezen a hétvégén a budapesti Millenárisban megszervezett rendezvényen, annak érdekében, hogy akár találkozni is tudjunk az elszámlázott gyergyószékiekkel. Nagyon színes programot sikerült hál' Istennek összeállítanunk, helyet kapnak a természeti látványosságaink bemutatása mellett, az épített örökségünk vagy a gasztronómia bemutatása is, de könyvbemutatók, közönségtalálkozók és más kulturális programok is helyet fognak kapni, mint például a néptáncosok is helyet kapnak a főszínpadon, vagy akár más hagyományt és népművészetet bemutató kiadványok is bemutatásra kerülnek. A három napon igyekeznek mindent megmutatni, amire büszke lehet ez a vidék. Néprajzosok, kézművesek, gasztronómia, néptánc, népzene is bemutatásra kerül. Levetítik Zsigmond Attila filmjét a gyilkostóról, illetve a néhai cigányköltőről, Rafi Lajosról készült portréfilm is bemutatásra kerül. Kiadványok, kötetek, előadások által bemutatják a térség építészeti örökségét, a néprajzát, hagyományait, természeti kincseit. Minden település saját értékeit, különlegességeit is ismerteti. Hogy a sok információt magukkal is vihessék a látogatók, a Gyergyói Hírlap 5000 példányban jelentetett meg különkiadást a fesztiválra. Egy 16 oldalas különkiadás van a kezemben. Erről annyit kell tudni, hogy 8 oldalban a 8 székely többségű gyergyószéki település mutatkozik be, a saját értékeit mutatja be, a saját szempontjai szerint, amit ő fontosnak talál kiemelni. A többi oldalakban pedig összességében mutatjuk be, mi a Gyergyói Hírlap a térség kultúráját, néprajzát, gasztronómiáját, sport büszkeségeit. Úgy gondoljuk, hogy szükség van arra, hogy egy ilyen nagyszabású esemény, mint a Székely Fesztivál, kicsi ízelítőt adjunk a térségről mi is, ahogy mi gondoljuk, hogy mire vagyunk büszkék, és amivel ide várjuk őket, amivel úgy gondoljuk, hogy érdemes megismerkedni a budapesti, vagy magyarországi, vagy bárhonnan ide érkező látogatónak. A későbbiekben az előfizetők is elolvashatják a különkiadás tartalmát, rendre leközlik a napilap hasábjain is a különkiadásban leírtakat, mondta a főszerkesztő. A Székely Fesztiválon egyébként tavaly 30 ezernél is több látogató fordult meg, idén még nagyobb részvételre számítanak a szervezők. Ebben a hónapban a számlákkal együtt új szerződéseket is kapnak az elektrika áramszolgáltató ügyfelei, melyet a csatolt válaszborítékban küldhetnek vissza. A fogyasztók ki kell töltsék a formanyomtatványokat. Fontos, hogy szükség esetén a megfelelő szövegmezőben frissítsék az időközben megváltozott személyi adatokat.
Az új szerződés meghatározatlan időre szól, a szolgáltatási és árképzési feltételek változatlanok maradnak. Újdonságnak számít, hogy a fogyasztók kérhetik az elektronikus számlázást, lemondva a nyomtatottról. A szolgáltatási szerződések megújítására az Országos Energiaszabályozó Hatóság kötelezi az áramszolgáltató vállalatot. A szerződések megújítására október 1-ig kapott határidőt az Elektriká. Nem sérti az alkotmányt a kórházi anyanyelv használatról szóló törvénymódosítás. Ezt állapította meg a Taláros Testület a mai ülésén, amelyen az ellenzéki pártok óvását tárgyalta. A Penele, az USZERE és a PMP annak ellenére fordult az Alkotmánybírósághoz, hogy képviselői a plénumban megszavazták a jogszabályt. A képviselőház tagjai kivétel nélkül megszavazták azt az RMDSZ-es jogszabálymódosítást, amely előírta, hogy azokon a településeken, ahol a magyar lakosság számaránya 20% fölött van, vagy eléri az 5000 főt, kötelező lesz a magyar nyelv használata a kórházakban és a szociális szolgáltatásokat nyújtó intézményekben. Az RMDSZ politikusai akkor azt mondták, a román politikum megérett az ilyen kérdések tárgyalására. Pár nap múlva azonban bekövetkezett az ellenzéki pálfordulás. 124 honatja írta alá az Alkotmánybírósághoz benyújtott óvást. Azt kifogásolták, hogy a törvénytervezet nem biztosítja a jogszabály előtti egyenlőséget a társadalomban. A Taláros Testület mai ülésén azonban a kisebbségek javára döntött. A Magyar Érdekvédelmi Szervezet üdvözölte az Alkotmánybíróság egyhangú határozatát. Ez a jelzés nagyon fontos, mert hamarosan következnek újabb törvénytervezeteink, ami a nyelvi jogokra és a szimbólum használatra vonatkoznak, és minden esetben azt gondolom, hogy ha az Alkotmánybíróság hasonlóan vélekedik és szerint el fogja tenni, akkor az erdélyi magyarságnak nyert helyzete van. Az RMDSZ képviselőházi frakciójának a vezetője híradónak azt mondta, további gáncsoskodásra számít az ellenzéki pártvezetők részéről. Úgy vélte azonban, hogy számos ellenzéki képviselővel nagyon jól együtt tudnak dolgozni, és reméli, hogy Traian Băsescu és Raluca Turcan is előbb-utóbb megértik, hogy a kisebbségi jogok nem a többségtől vesznek el jogokat, hanem éppen az egyenlőséget biztosítják. Helyszíni beszámolók szerint gördülékenyebb a határátkelés, miután a magyar kormány ideiglenesen felszámolta a határellenőrzésről szóló uniós rendelet alkalmazását. A román határrendészet honlapi adatai szerint tegnap a román-magyar határon a késő délutáni órákban 10-15 perc volt az átlagos várakozási idő. Az Európai Unió tanácsa április 1-től vezette be a kötelező szisztematikus határellenőrzést, amelynek értelmében minden uniós és harmadik országbeli állampolgárt kötelezően ellenőrizni kell a schengeni határokon való ki- és belépésnél. Emiatt hosszú sorok alakultak ki a határátkelőknél. A várakozási idő sok esetben meghaladta 3 órát a személygépkocsik esetében. Innovatív projektet indít a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem partnerségben az IBM megavállalattal. A felsőoktatási intézmény a mesterséges intelligenciát honosítaná meg, úgy az egyetem ügyintézésében, mint az orvostudományban. Ha néhány évvel ezelőtt nem állapodott meg Marosvásárhelyen az IBM, akkor most az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemre érkezik, vázolja Leonard Zanfirei, a Mogye rektora. A világ egyik legnagyobb vállalata és az egyetem egy innovatív Smart University, azaz okos egyetem névvel indít közös projektet. A projekt célja, hogy az egyetemet a számítástechnikán keresztül a technológia új korszakába vezesse be. A projekt révén az egyetem keretében is magában a városban egy olyan elemző gondolkodásmódot vezetünk be, amelyet számítógépen lehet elvégezni, valamint orvosi döntéseket is a számítógépen le lehet vezetni. Ezek új fogalmak, amelyek a gazdaságilag fejlett országokban már gyakorlatban is működnek. Mi próbálunk a kortan terén egy rést keresni, amelybe be tudjuk vinni ezeket az applikációkat, hogy Kelet-Európában is jelen legyen ez az új technológia. A program keretében továbbfejlesztik a már működő e-módja internetes platformot és a digitális ügyintézést. Továbbá a különböző betegségek kezelését szolgáló számítástechnikai megoldások is terítékre kerülnek. A programban egyébként 12 nemzetközileg elismert IBM szakértő vesz részt, a projekt május végén zárul.
2 órás figyelmeztető sztrájkot hirdetett holnapra a légiforgalom irányító szolgálat alkalmazottjait tömörítő szakszervezet. A 2016. szeptemberében lejárt a kollektív munkaszerződésük a légiforgalom irányítóknak, viszont a szakszervezetnek és a munkáltatónak mégsem sikerült közös megegyezésre jutniuk az új munkaszerződést illetően. Többek között azt is nehezményezik, hogy nincs költségvetése a légiforgalom irányító szolgálatnak, illetve hogy csak ideiglenes vezetőség látja el a szolgálat irányítását. Az érintettek a sztrájk alatt is biztosítják a földi irányítást a román légteret használó gépek 30%-ának, valamint a sürgősségi és humanitárius feladatot ellátó légi járműveknek. Térhatású fényképekből nyílt tárlat márciusban a Tarisznyás Márton Múzeumban. Az első világháborút mutatják be a fényképek, a kiállítást háborús relikviák egészítik ki. Május 24-ig még megtekinthető a kiállítás. Az első világháború centenáriumi éveiben vagyunk. Ehhez az évfordulóhoz kötődik a Budapesti Nemzeti Múzeum kiállítása, amely most Gyergyószent Miklóson is látható. Térhatású fényképeken mutatják be a háborút, úgy, ahogyan a két szemben álló fél láttatni akarta a maga szempontjai szerint. Amerikai és német fotográfusok által készített fényképek is közszemlére kerülnek, azaz, amint a tárlat neve is mutatja, a nagy háborút láthatjuk két nézőpontból. A kiállítás a legizgalmasabb és leglátványosabb térhatással rendelkező felvételeket mutatja be az anaglif technika segítségével. Az anaglif eljárás lényege, hogy a jobb és bal szem helyzetének megfelelően felvett két képet kiegészítő színekkel, esetünkben pirossal és kékkel másolják, nyomtatják egymásra. Az így kapott képet egy piros-kék szemüveg segítségével, a kiegészítő színek hatásmechanizmusának köszönhetően az emberi agy képes térben érzékelni. A speciális szemüvegeken átnézve a térhatású képek láthatják a sebesültek ápolását, az ellenségtől zsákmányolt eszközöket és a lövészárkok pillanatait. A képeket egészítik ki a Nagyváradi Tanoda Egyesület által elhozott háborús relikviák. Ezek nagy része az 1000 éves határról származik, lövedékeket, szöges drótot, lövészárok pajzsokat és egyéb katonai kellékeket lehet megtekinteni. A tárlat május 24-ig látogatható a Tarisznyás Márton Múzeumban. Május 15-én hétfőn este 7 órától megtekinthető a Figura Anyegin című előadása. A Puskiny klasszikusra nyomán készült produkciót Botond Nagy jegyzi rendezőként. A produkció erős fény és hangefekteket tartalmaz, és 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Jegyek ára 15 lej, diákoknak, nyugdíjasoknak és csoportkedvezménnyel 10 lejbe kerül. Jegyek kaphatók munkanapokon 10 és 16 óra között a Figura jegyirodájában, vagy előadás előtt a helyszínen. Zajlanak az előkészületek az idei gyereknapi rendezvények megszervezésére. A már jól bevált programokat mind megszervezik, a csapatversenyekre, a szavaló versenyre már lehet készülődni. Május 29-én kerül sor az idei gyereknapi versmondók találkozójára. A nagymúltú szavalóversenyre idén is két csoportban várják a szavalókat. A téma ezúttal a kenyér, ehhez kapcsolódó költeményeket szavalhatnak a gyerekek. A 19. gyermeknapi versmondók találkozójára május 29-én hétfőn kerül sor, és az előző évekhez hasonlóan két korosztálynak hirdetjük meg, óvodás, közép- és nagycsoportosoknak, illetve előkészítő osztályos és 1-4 osztályos gyermekeknek, a kisebbeket 10 órára várjuk, a nagyobbakat pedig 12 órára a színházterembe. Az idei gyermeknapi versmondók találkozójának tematikája pedig, ugye emlékezhetünk, hogy a tavalyi évben is egy témát választottunk, a medve témáját, idén viszont egy kicsit másabb témát, és pedig a kenyér témáját szeretnénk egy kicsit feldolgozni, és minden olyan verssel készülhetnek, költeménnyel készülhetnek a gyermekek, amely a kenyérrel kapcsolatos, vagy valamilyen módon a kenyérhez kötődik. A hétpróbás vetélkedő idei kiadására is lehet készülődni már. A tanintézményekben kell megszervezni a csapatokat, minden kisiskolás évfolyamról kell legyen egy-egy gyerek a csapatokban. Előre be kell jelentkezni a vetélkedőre.
Elsősorban várjuk azokat, akik a már korábbi évekből ismert és már hagyományosnak mondható 7 próbás összecsapás című vetélkedőre szeretnének jelentkezni. Iskolánként, intézményenként legfeljebb 2 csapatot várunk, és a csapatokat úgy állítsák össze, hogy mindegyikben szerepeljen 0., 1., 2., 3. és 4. osztályos gyermek. Erre a próbára 1-én fog sor kerülni, június 1-én csütörtökön 11 órai kezdettel. A gyereknapon a szokott sportrendezvényeket is megszervezik, ezúttal futóversenyt is tartanak, mert nagyon sokan igényelték a korábbi években. Görkorcsolya, futóbicikli, kerékpárverseny lesz várhatóan. Azt tervezik, a különböző gördeszka típusok számára külön versenyszámokat indítanak, ha lesz kellő jelentkező. Lássuk még egyszer röviden a nap fontosabb híreit. Péntektől vasárnapig zajlik Budapesten a Millenáris Parkban a 3. Székely Fesztivál. Gyergyó Szék 10 meghívottként főszerepet kap. Az első világháborút bemutató térhatású fényképekből, háborús relikviákból látható tárlat a Tarisznyás Márton Múzeumban május 24-éig. A már jól bevált gyereknapi programokat mind megszervezik idén is. A csapatversenyekre, a szavaló versenyre már lehet készülődni. Eddig a Napszemle, reklám után a Hargita magazin következik, majd a Kulturális Figyelő első kiadását láthatják benne a Figura Tél című előadásával. Tartsanak velünk az este további részében is. Napszemle holnap is lesz, én várom Önöket 7:30-kor. Viszontlátásra!